Mindenki kap egy menetlapot, amin van egy sorrend. Ezt a sorrendet kell tartani a különböző állomásoknál. A békaugrás elnevezésű játék szabályait ismerteti Bischoff Tamás, a Tolna megyei szakképzési centrum Perzselmor technikum és kollégium tanára. A játék lényege, hogy a csapatok egyik állomásról a másikra haladnak, ahol különböző együttműködést igénylő feladatokat kell megoldaniuk. A Bonyhádi intézmény a Csíkszeredai Kóskároly szakközépiskola és az Ógyallai műszaki és gépesítési szakközépiskola tanulóit látta vendégül a Határtalanul program keretében Váralján. Ennek lényege az ország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása. Köthetünk új barátokat, szerethetünk. Megismerhetünk másokat. A Marson vagyunk, ezek a biztonságos kráterek, és ebből nem szabad kilépnetek, és akkor kapjátok meg a max pontot, ha mindenki bent marad a kráterben. Jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Úgy látom, hogy egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és nagyon jó, mert jó a hangulat, és jók a foglalkozás. Simon Mária, a Felvidéki Szakközépiskola egyik tanára azt mondja, hogy a programsorozatnak köszönhetően határokon átnyúló barátságok születhetnek, illetve sok diák még nem járt az országban, így számukra ez egy remek lehetőség. Nagyon színes a program, mi hétfőn érkeztünk, és kedden opusztaszerem voltunk, láttuk a fesztikörképet, a fiúk nagyon élvezték, mert ugyebár pár kilométert legyalogoltunk, és tegnap pedig Budapesten voltunk, megnéztük a Budai Várat Erika tanárnőnek a vezetésével, nagyon gazdag, színes programot kínált, aztán Budáról átsétáltunk Pestre, ott megnéztük a parlamentet, az is nagy élmény volt a fiúknak, és ma pedig itt piknikezünk Váralján. A Határtalanul program keretében a Csíkszeredai 6., az Ógyallai iskolával pedig második alkalommal működött együtt a Perzselmor technikum.